Magyarország az Európai Uniós és a régiós rangsorban is egy helyet hátrébb csúszott. Az előbbiben, tehát az Európai Uniós rangsorban 28 ország közül Magyarország a 21. helyet foglalja el, a régióban pedig 11 ország között a 6. helyen áll. A francia nagykövet kiemelte, az ellensúlyok hiánya vezet a korrupció terjedéséhez. Egy olyan társadalom, ahol az olyan ellenhatalmaknak, mint a sajtó, a parlament, a független igazságszolgáltatás, vagy egy élénk civil társadalom a jogaikat megkurtítják, annál nagyobb lesz a lehetősége a korrupciónak, mondta a nagykövet. Na hát, most jön maga korrupció szakértő. Nem tudom, hogy szakértő vagyok. Baloldali túlzás volt. Nem tudom, hogy szakértő vagyok, de ma is már itt is hallatszottak olyan szlogenek, amiket pedig nem az egyszerű emberektől hallunk, hanem azokból a másik tévékben halljuk. Sokat hallottam, én is, nekem is föltették a kérdést. Kettőt szoktak mondani a korrupcióra. Egyrészt, hogy de hát nincsenek konkrétumok. Hát szerintem ez hülyeség, én szerintem nagyon sok konkrétumot én is elmondtam, nagyon sok konkrétumot hallunk, de sokat halljuk, nem igaz. Egy információ nem attól hiteles, hogy te mondtad, hanem attól, hogy hiteles vagy igaz. És ezek nagyon sokszor nyilvános információk. A másik, amit szoktunk hallani, amit nem szeretek, hogy mert ezt csak az újságírók mondják, mert ezt csak a ügyvivő, az amerikai ügyvivő mondja, meg ezt csak a bukott baloldal mondja. Én hoztam egy mondatot, azt szeretném felolvasni. És akkor majd szeretném kérni, hogy önök szerint kimondta. Azt mondja, a pályázatok úgy működnek ma Magyarországon, lejön a cég, és azt mondja, hogy én kompletten megcsinálom neked ezt az uniós pályázatot, meg fogom nyerni neked, de én hozok minden cserébe, én fogok mindent megcsinálni. És ha nem, akkor megyek egy várossal odébb, mert van egy kvótám, kaptam egy kvótát, azt én fogom elosztani. És ezt egy cég mondja. Lehet tippen, hogy ki mondta ezt. Hogy melyik cég? Hogy, nem, hogy ezt kimondta, ki ja, mondta egy mondatot. Akkor kormánypárti vagy ellenzéki akkor ilyet. Ellenzéki. Nem, ez kormánypárti. Kormánypárti, csak provokálta Henrik. Jó, hát ezt a jelenlegi szekszári polgármester mondta, és a korábbi gazdasági alpolgármester Szekszárról. Hogyha nem hiszik, akkor meg kell tőle kérdezni, ha meg azt mondja, hogy nem, akkor meg pereljen be, és mondja, hogy ezt nem mondta. Hát gyakorlatilag ma Magyarországon nagyon sok mindent lehet bizonyítani, és ez a legszörnyűbb, hogy az uniós pénzeknek az elvétele, az nyíltan megy. Tudnilik, van most már egy adatbázis, közbeszerzés.hu-nak hívják, nagyon ajánlom mindenkinek, meg lehet nézni, be lehet írni a saját falut, vagy a saját kerületet, és lehet látni, hogy hogyan mennek el a pénzek. Nyomon lehet követni, és nagyon sok konkrétumot lehet észrevenni. És ki működteti ezt az adatbázist? Az az érdekes, hogy állami adatbázis. Na, ez az érdekes, ez tényleg érdekes. De ezen kívül... De saját működik. Nyakukra így ráhúztak egy kést, és azt mondják, hogy aki veszi a fáradtságot, döfjön vele. Én nagyon reklámozzam magamat, vagy magunkat, én kitettünk az LMP honlapjára egy táblázatot, 300 közbeszerzést néztem meg. Az látszik benne, hogy egy-egy, ennek a mondatnak a bizonyítása. Egy-egy projektet, például HR management és rugalmas munkaidő oktatás, ez nonsens, maga az egész téma nonsens, egy-egy projektet, de ezeket Kisvárdán, Zalaegerszegen, Békéscsabán, Gyulán, mindenhol ugyanaz a cég csinálja. De nem csak, hogy ugyanazt csinálja, hanem ugyanazt a két céget hívták meg a meghívásos pályázaton. És mindenhol 50 ezer forint, meg 100 ezer forint között van az óradíja ezeknek az oktatásoknak. Megnézte a jogászunk, Miskolci közigkeztetési Kft.-nél ugyanígyen asszertív kommunikáció, nem tudom mit jelent, a közigkeztetési Kft.-nél, ahol 50 alkalmazott van, 50 alkalmazottnak, ugye ebben a szakásnénik is benne vannak, az asszertív kommunikációját írták ki, óránként 100 ezer... Asszertív kommunikáció. Az mi a jó is? Hát tanárulnak kell tudni. Az, amikor nem kötekedünk egymással, hanem megpróbáljuk az ellentéteket békésen elrendezni. Ezt óránként 100 ezer forintért oktatják. Én ebben miért nem vagyok benne? Na hát ez az. Alkalmazom vagy, nem. Igen. Hát ez rengeteg, tehát én azt tudom mondani, ugyanúgy, hogy az öveges programban is, az öveges programot is muszáj volt elismerni a Lázárnak, mert nyilvános, nyitott, látszik, és hogyha nem ő ismeri el, akkor ugye egy nagyon nagy veszély, hogy erre hivatkozva ugye azt a 8000 milliárdot ugye fölfüggesztik, amire az egész üzleti terv alapszik. Tehát én igenis azt mondom, hogy vannak ügyek, és nem igaz az, hogy nincsenek konkrétumok, és nem igaz az, hogy csak az ellenzék beszél. Vannak ügyek, és nem csak az ellenzék beszél róla, az egész város, vagy az egész ország állandóan erről beszél. Én ezt hallgatom 25 éve,
Ez az egyik dolog. Az egyébként, hogy hülye ügyekre adnak pénzeket, azok döntően a kiíróknak a felelőssége, amiben, hogyha az uniós pénzre bocsánat, nem tudom, ebbe de hagyd fejezzem már be, akkor... Hát beszélhetek, vagy Möcsöcs? De most bocsánat, nem oda tartozik, amit ő mondott. Már mire? Hát a korrupcióról beszélünk. Most először is elmondta, hogy mire írták ki a pályázatot. Mm. És ezek hülyeségek. A pályázati kiíró ebben az esetben, mert ezek pántlikázott pénzek, ezek az uniós pénzek, tehát ezekben az ügyekben a kiírás tartalmáról döntő intézmények a felelősek nyilvánvalóan, és hogyha egyébként ezekre lehet pályázni, és mondjuk ilyen kamu HR meg ilyen ügyekkel lehet egyébként mozogni ma, a multinacionális cégeknél is olyan elképesztően HR-es túrókért fizetnek őrült nagy pénzeket, az legfeljebb azt jelenteti, hogy meg vagyunk döbbenve azon, hogy a piacon egyébként mi mindent lehet eladni. Jó lenne, ha ez nem így lenne, leszámítva azt az esetet, hogy mi is legyünk benne. Na, de ez önmagában nem bizonyít az égott a világon semmit. Próbáljunk a végére jutni. Csak egy mondatot, mert ez megint egy szerintem nagyon elterjedt tévhit, mert ezt is szoktak legyinteni, hogy hát az Unió erre adja a pénzt. Ez nem igaz, az Unió nem erre a asszertív kommunikációs valamire adja, és nem ezekre a projektekre adja a pénzt. Az, hogy ez ezekre megy ki, az, hogy az öveges programban minden városban, 40 városban, mind a 40 városban megírtak egy kémia munkafüzetet 40-szer, ezt nem az Unió adta, hogy minden városban írjad meg. Ez itt történt, 3 milliárd forintért, amikor a 30 milliárd forintért. Ez itt történt, és ennek felelősei vannak. Jó, ez így van, Sanyi. Megfogható. Hát Erik, hát akkor most nem megbeszéljük, vagy ki nem beszéljük. Már. Ráadásul minden egyes ügynél előjön egyébként az öveges program. Tehát azért egyszer mégiscsak ezt a témát le kéne zárni. Csomóan nem is tudják, mi az az öveges program, de ma nem is fogják megtudni. Tőlük ugyan meg nem tőlük tudják. Ugyan nem tudják. Már elmondtam. Öveges professzor szegény kéma, hogy robbantgatott. Lázár János nem is lehet. Így van. Így van. Így van. Így van. Így van. Hát öveges az robbantott, meg a Lázár mostanában. Reklám.